Az idei esztendőben Dunai város közbiztonságáért díjat vehetett át Kővágóné Kőkuti Eszter tűzoltó főhadnagy, aki 2010-ben került a Dunai városi tűzoltóság, majd a katasztrófa védelmi kirendeltség állományába segédelőadónak humán gazdasági szakterületen. Hosszú időn át végzett, magas szintű szolgálat teljesítéséért vehette át az elismerést. Nagyon felemelő érzés, igazából nagyon jó elismerésben részesülni, és nagyon szépen köszönöm a kollégáimnak, a főnökömnek, hogy rám gondolt, és a támogatásukat ugyanúgy a családomnak is, a kollégáimnak, és ugyanígy fogom folytatni a munkámat, mint eddig, ugyanolyan lendülettel, és tényleg nagyon jó érzés ez az elismerés. Hosszú időn át végzett magas szintű szolgálat teljesítésért Dunai város közbiztonságáért díjat vehetett át Bak Róbert József, a Dunai városi rendőrkapitányság rendőr főtörzászlósa. Felettébb megtisztelő. Mindenképpen kijelenthetem, hogy hosszú évtizedes munkám során gyakorlatilag ez a hát az egyik legmagasabb elismerés, amit adhat egy közösség, egy város, azért a munkáért, amit itt végeztünk. Mindenképpen megtisztelő. Nehéz, mondják, hogy embert próbáló pálya a rendőröké. Erre biztosan születni kell. Éppen ezért is kérdeztem Bak Róbert Józseftől, hogyha lenne egy pályaválasztás előtt álló gyermeke, ajánlaná-e neki a rendőri pályát? A helyzet az, hogy ez fennáll, és ez már téma otthon. És igen, amennyiben a rendvédelmi pályát válaszza, akkor támogatni tudom ebben. Az idei évben a díjra posztumusz jelölést kapott Varga Éva, a Pannon polgárőrség nemrég elhunyt titkára, aki 15 éven át dolgozott a Dunai városi lakosokért, a közbiztonságáért 7 nappal látéve. Aki járt Dunajvárosi rendezvényen, egyebek mellett például a bringatúrán, parázsvarázson vagy a rendvédelmi felvonuláson, az biztosan találkozott vele, hiszen mindig ott volt, amikor kellett és az első sorban segített polgárőr társaival együtt. A társszervezetek mindig számíthattak rá. Eredményes, elhivatott szakmai tevékenysége, valamint példaértékű hivatástudata elismeréseként Dunajváros közgyűlése a közbiztonságáért díjat Varga Éva részére posztumusz adományozta. Az elismerést fia és egykori élettársa vehette át. A díjátadás után Orosz Csaba, a Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke mondott pohárköszöntőt a díjazottak tiszteletére, és mondott köszönetet a közbiztonságért dolgozó valamennyi szakembernek.